Szomorú az idő, szomorú a világ, de mi nagyváradiak vidámak vagyunk, és még vidámak legyünk, ezért megpróbáltunk a Kandi kamerával megnevetetni, fellelkesíteni a váradiakat. Elmegyünk vásárcsarnokba, elmegyünk kis apró üzletbe, megnézzük, mennyire segítőkészek még a nagyváradi emberek ahhoz, hogy önök kedves nézőik ott a képernyő előtt jó szórakoztassanak. Bemutatom mai kedves segítségemet, Ildikót, aki velem volt ezekben a nehéz pillanatokban, hogy örömet okozunk önöknek, segítőtársammal. Gazdasági válság ide vagy oda, azért az emberek a mindenféle betevőfalatot meg akarják vásárolni. Sokszor egy ilyen hipermarketbe nem értem, mondjuk a pénztárhoz érek, ki rakta tele a kosaramat. De hát úgy látszik, aki tejet, kenyeret, zöldséget akar venni, azért már nem néz oda, hogyha valami belekerül a kosarába, úgy, mint a maci a málnásba. Köszönöm, hogy a mosolyodnál Kandi kamerába. Itt lehetek szívesen, segítsetek már! Ilyenek van. Akarok a kislánynak venni egy ilyen jó kis visszületésnapjára. Lehet, nézzük már meg, hogy jó magának. Jó. Várjál, mi? Vagy mindjárt. Jó, vegy ezt egy picit. Jaj, pont olyan. Majd a végén jó, mikor... Jó. Sikerül. Segítsen, mert kislányomat is én vetköztettem régebben. Hát ez... Jó, próbáljuk fel. Jaj, szuper, jó. Jó, nagyon jó. Igen. A nadrágot, egy nadrágot nem próbálna fel, nem mennél a nadrágot is. Jó? Egy pillanat, hozok egy nadrágot, jó? Csak úgy magukhoz próbálja. Egy nadrágot nem adna itt nekem. Mindegy, miért? Így egy kicsit úgy hozzá, vagy bújjon be. Várj, csak fogja meg a vállamat. Kb. Egy kicsit hosszú. Vagy a lábából, vagy a nadrágból kéne levágni egy kicsit. Jó. Egy picit, ez nagyon jó.
Levet köztethetem? Hát tessék, hagyni jön. Ó, leve, úgy szeretem. Jó, köszönöm. Egy blúzt nem próbálnak fel leve, ja, amikor... Nem, mert most már hideg van. Na, akkor most menjen oda és válaszol valamit magának. De, nem. Csak menjen oda közel, nézze csak meg, hogy mi van ott egy ajándék. Menjen oda közel, jön ide. Nézze meg. Mit nézzek itt, meg még valaki megjelzt? Hova? Jó, ott meg a Kandika, mert a bukási televízió. Legyen szíves, segítsen már. Szeretnék venni az öcsémnek egy ilyen füst, pont olyan méretű, mint maga a válasa. Nézze már meg, hogy jó magának, csak egy pillanatot. Ez kicsi. Ez jó. Jó, már egy picit próbál már fel, hogy... Próbálj fel? Igen, legyen szíves. Tegye azt egy lényre. Nem csak. Nincs. Ja, nagyon kedves. Mindig olyan szűk, és most is úgy fázik a gyerek. A pulóvert nem kéne levenni? Vegyem már. Nem, jó. Jó. Hát ez szűk. Szűk? Legalábbis szűk. Szűk. De milyen jó, nézd. Jó, egy kicsit olyan. Már csak olyan. Nézem, majd gyere, hogy a fény fele. Sapkát nem lehet levenni? Nem viccel, csak a sapka, nem hasonlít az öcsémre a sapkával, mert az öcsém mindig vagy sapkával, vagy sapka nélkül. Nem, csak így a cipő. Nem csinál? Jó van, Kandika, mert a bukási televízió. Szeretnék venni édesanyomnak egy ilyen füst, és szeretném megpróbálni, hogy... Ez milyen méret? Hát, ez körülbelül... Ez kicsi. Ez kicsi. Igen. Nekem egy 52-54-es méret kell. Tessék egy picit várni, hozok egy olyat. Ez jó lesz? Hát, hogyha ekkora, mint egy csípőben, akkor nem. Próbálom így, van csak egy picit így fényre, így. Tessék egy picit így elrébb jönni, segíteni, hogy úgy... Hogy... Ja, hogy arrafele, hogy látszódjon, jó vagy így fordul, csak még a fény fel akarom látni, mert így. De csak egy kicsit így jönni velem, így egy kicsit így utánom, így. Egészen odaig a Kandi kameráig, Bukaresti televízió magyar adása. Hát, hogy a kedves nézőink, ez volt a Móka mára, ennyi fért bele a mai időnkbe, ennyire tellett tőlünk. Reméljük, hogy a Kandi kamerával, Ildikóval, én velem és a stábbal együtt kellemes szórakoztató perceket szerezhetünk önöknek. A viszontlátásra!